civilek napja alkalmából a Jász-Nagykun-Szolnok megyei civil szolgáltató központ egy díjat alapított évekkel ezelőtt, és a Turkevért Alapítvány 30 éves megalakulása okán dr. Szabó Zoltánnak adta az elismerést. Emlékemben felidéződik egy nem tudom milyen rendezvény a moziban, amikor a polgármester úr valamilyen előadást tartott, és akkor ott bejelentette, hogy a Turkevért Alapítvány majd létrehozza a zeneiskolát. Akkor ott többen megtapsoltuk, örültünk neki. Ez volt az egyik kezdeményezés, amit a 30 év alatt létrehozott a Turkevért Alapítvány. Erről fogunk most beszélgetni, és arra kérem, hogy egy kicsit emlékezzél vissza erre a 30 évre. Nagyon rövid az időnk, tudom, 30 évet mondjuk egy fél órában nagyon röviden lehet csak elmondani, és rettentő sok a tevékenység, amit ez alatt folytattatok. A megalakulásról egy pár szót, hogyha mondanál. Köszöntöm a televízió nézőit. Történelem ez a 30 év, úgy gondolom, nagyon sokunkkal közösen élhettük meg ezt a 30 évet, és ha emlékeimben visszagondolok, akkor az első ötlet nyilvánosságra hozatala 1990. decemberi képviselőtestületi ülésen történt. Akkor javasoltam a képviselőtársaimnak, hogy alapítsunk egy civil szervezetet, amely különféle területeket tud felölelni a városban, és egyik legfontosabbnak, amit említettél is, az alapfokú zenei képzés lehetőségének megteremtése. Hiszen a turkevei tehetséges zene iránt érdeklődő gyerekek, amennyiben a szülők ezt megtehették, a szomszéd városokba, Kisújszállásra vagy Mezőtóra jártak zeneiskolába, és úgy véltem személy szerint én magam is, hogy a város megérdemli azt, hogy helyben legyen lehetőség a zenei képzés megszervezésére. És mint említettem, a alapítvány szervezése 90. decemberében kezdődött, és 91. május 25-én jött el az az idő, amikor az alapítók közgyűlése összeülhetett, és létrehozta a Turkevért Alapítványt. 121 magánszemély és 7 szervezet vállalta az alapításban való részvételt. Talán emlékeztetőül mondanám el a tisztelt nézőknek, hogy 500 forintos magánszemélyi belépéssel vált valaki akkor alapító tagá, és a szervezetek 5000 forintos összeggel járultak hozzá az alaptőke létrehozásához, ami 182.500 forint volt akkor összesen. A következő év volt egy nagyon fontos esztendő, amikor 1992, amikor az Egressy Béni Zeneiskolát megalapította a kuratórium, és kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az akkor már évek óta üresen álló, korábban postaként funkcionáló épületet adja át zeneiskolai oktatás céljából. Ez a döntés megszületett. Az első tanévet 92 őszén, ami szolfés oktatással kezdődött, a Petőfi Sándor Általános Iskolában kapott teremben bonyolítottuk le, majd 92. október 12-én Kocsis Zoltán zongoraművész, zeneszerző karmester jelenlétében a zene otthonát avattuk fel, és attól kezdve 1993-tól zajlik az oktatás a Széchenyi utca 9 szám alatt. Pillanatnyilag a 29. tanév folyik az iskolában. Hozzáteszem mindjárt, hogy a következő években Kengyelen, Kétpón, Kuncsorbán, Örményesen és Ecsekfalván is létrehoztuk az ottani tagozatainkat, és ezek közül, a tagozatok közül ma már 3 nem működik, miután az oktatás átszervezésre került, Ecsekfalván, Örményesen és Kuncsorbán, illetve megszűntek a helyi oktatási lehetőségek, de a kengyeli és a kétpói gyerekek továbbra is a Turkevért Alapítvány Egressy Béni Zeneiskolának a növendékei. Vitathatatlan, hogy a Turkevért Alapítvány mozgató rugója, a legerősebb mozgató rugója dr. Szabó Zoltán. Neked nem csak ez a 30 éves jubileum van az életedben, hanem a 20 évvel ezelőtt lovaggá
a magyar kultúra lovaggá választottak, 10 évvel ezelőtt pedig a magyar kultúra egyetemes lovagja lettél. Erről egy pár szót szintén szeretnénk hallani. A Falva Kultúrájáért Alapítvány, ez egy budapesti székhelyű civil szervezet, 1998-ban indított el azt a mozgalmat, amelynek az volt a célja, hogy a vidék és ezen túl, a határon túli vidék, főként magyar lakta területeinek is, az értékfeltáró, értékteremtő és közkincsi teendő tevékenységét felvállalja. Ez a civil szervezet alapította meg azokat a címeket, amelyeket 1999-től folyamatosan minden évben a Magyar Kultúra Napján adnak ki. Az a megtiszteltetés ért 2001-ben, hogy a 86. sorszámon én is ennek a közösségnek a tagja lehettem. Sokoldalú kapcsolat épült ki a Falva Kultúrájáért Alapítvánnyal. Ennek okán a határon túli területekkel, akár a felvidéki, kárpátaljai, délvidéki civil szervezetekkel is kapcsolatba kerültünk, közös együttműködési írásos megállapodások is születtek. A következő évek meghatározó eseménye volt 2004, amikor Túrkevén alakult meg a Magyar Kultúra Lovagrendje, és nagyon fontos esemény volt, hogy itt a Túrkevei Városháza előtt írta alá Dick Ferenc, a kuratóriumi elnök, a alkotmányát a lovagrendnek, és hát, hogy picit ugorjak előre az időben, azt követően a 10 és a 15 éves megalakulás évfordulóján is itt Túrkevén jöttünk össze közel 100-an Európa különböző részeiről a lovagtársaimmal, és itt 2 napot közösen vetettük papírra az elmúlt időszak eseményeit, és közösen fogalmaztuk meg a következő időszak teendőit. Fontos eseménynek érzem 2011 óta, számomra különösen fontos, hogy az alapító lovagi címet is 2011-ben az Egyetemes Kultúra Lovagja címmel együtt megkaptam. Azt az egyes számú alapítói lovagi címet, amelyet 100 éves korában, 2010-ben elhunyt Buza Barna szobrászművész viselt addig, és hogy így fogalmazzak, én örököltem utána, és ez az alapító lovagi cím feljogosít arra, hogy résztvevője lehetek a minden évben átadásra kerülő lovagi címeknek, és annak a 12 tagú gréniumnak, amely a Stefánia Palota színpadán lovaggá fogadja a kitüntetetteket. A Túrkevért Alapítványt nem mindenki ismeri így Túrkevén, magát ezt a civil szervezetet, viszont dr. Szabó Zoltánt valamilyen rendezvény formájában a 30 év alatt megszámlálhatatlan kulturális rendezvény kapcsolódik a nevedhez. Nem tudom, hogy ezt fel tudnád-e sorolni, szerintem képtelenség, de van olyan, ami biztos közel áll a szívedhez, hogy na erre szívesen emlékszem. Sok-sok esemény volt, és azt gondolom, hogy az alapítók iratban foglaltaknak megfelelően törekedtünk arra, hogy széles körű kulturális tevékenységet folytassunk, mind a mellett, hogy semmiféle másik szervezet feladatait nem kívántuk átvállalni, de úgy véltük, és vélem mai napig is, hogy az irodalom és a zene szoros együttléte, együtt alkalmazása, rendezvények, programok szervezése nagyon fontos esemény, és igazából a különböző rendezvényekhez köthető eseményeket említhetnénk. Nyilván időrendi sorrendben, már mint a naptár időrendi sorrendre gondolok, a magyar kultúra közeli időpontjába, tehát januári időszakot, ami mindig eseményként szerveződött meg a iskolában, illetve hát egyáltalán a városban. Majd ezt követően nagyon fontos esemény februárban, immáron 17 esztendő óta dr. Balogh János ökológus professzor nevével fémjelzett nagykunsági nagysáréti tájökológiai konferencia, amely itt a Városházán zajlik, vagy zajlott eddig is, és a nyári oldala pedig augusztusban, amikor Ecsekpusztán a Balogh János síremlékénél tisztelgünk és helyezzük el az emlékezés koszorúját.
A másik fontos időrendben, mondanám sorrend, évek óta a március 15-i ünnep előestéjén Fáklyás felvonulással emlékezünk a turkebei emlékhelyeken a szabadságharc hőseire és áldozataira, majd áprilisban a költészetnapi programunk, itt szeretném megegyezni sok éven keresztül, minden évben vendégeink voltak a Milton együttes, akik látássérült vakemberekből álltak, 8-10 fővel érkeztek, illetve hát a kísérőikkel inkább 15-20 fő volt, és egy teljes napot töltöttek városunkban. Vendégül láttuk őket, és hát a vendéglátáson túl a irodalmi műsortra köszöntötték a kultúra költészet napját, illetve hát emlékeztünk alapvetően József Attilára. A következő esemény időrendi sorrendjét, ha figyelembe vesszük, akkor a Turkevért Alapítvány volt a kezdeményezője a 90-es évek elején az első világháborús emlékműnél történő trianoni emlékezésre, amelynek kísérője volt sok éven keresztül a szolnoki helyőrségi fúvózenekar, akik tevékenységéhez, jelenlétükhöz egyrészt itt az ünnepségen, az első világháborús emlékműnél való ünnepségnél működtek közre, de 97-től 2000-ig, három éven keresztül minden évben a város másik temetőjében állítottunk lélekharangot, illetve kőtárat, és ezeknek a tevékenységeknek a kísérőjeként egyrészt térzenét adtak itt a városháza előtt, másrészt végigvonultak a temetőkbe a helyszínre, és ott kísérő zenéjükkel emelték a temetői kegyeleti helyek kialakításának méltóságát. A következő esemény, ez a június 4-i volt, amiről az imént beszéltem, augusztusira már utaltam az Ecsekpusztaira, majd a október 6-ai emlékezés az aradi vértanúkra. Fontos tevékenysége volt alapítványunknak 1998-ban, amikor kezdeményezésünkre létrejött a keletújvárosi elhanyagolt területen a 48-as emlékpark, és így már 1998. októberében lehetőség volt arra, hogy először, hivatalosnak is mondhatom, megszervezhettük az aradi vértanúkra való emlékezést. Természetesen említenem kell a zeneiskolával összefüggően a tanévnyitók, tanévzárókkal kapcsolatos koncerteket, amely koncerteknél a meghívott vendégek sorába sorolhatnám nagyon sok ismert művész nevét, és talán hagyd legyek most önző, hogy néhány héttel ezelőtt hunyt el Pécsi Ildikó színművész, aki a 90-es évek közepén nagy sikerű esten volt a moziba jelen, akire a fellépésén nagyon sokan emlékszünk, és egy abszolút szubjektív dolog jut eszemben most, akkor volt néhány hetes a unokája, amikor itt járt, és ugye hát ajándékban egy olyan gyermek ajándékot adtunk neki, amit nagyon boldogan vitt el magával az unokájának. Hát ennek már most 25-26 éve, tehát régen volt. De sorolhatnám Csavle Ketelka operaénekest, vagy Zádor Izabella korábbi tanárnőnknek a családi muzsikálását, hiszen az ő édesanyja Pálfi Magdolna hegedűművészként lépett fel a színpadra, de már az gyerekei is zenéltek, Merlics Borisva is zenéből él, de úgy gondolom, hogy a irodalmi műsorok sorában is nagyon sok neves fellépő ismerhettünk meg testközelből, közvetlen közelről, de még a zeneszerzőkre is visszautalva, Illényi Katica fellépésére is szívesen gondolok vissza, vagy Mága Zoltán fellépésére is nagyon sokan emlékeznek. Én úgy gondolom, hogy a lakosság számára helyben hozott értékek, és amit nagyon fontosnak látok itt is elmondani, hogy rendezvényeink minden alkalommal ingyenesek voltak. Tehát soha nem kellett belépő díjat fizetni, és nyitottak voltak a rendezvényeink mindenki számára. Sorolhatnánk még nagyon sok részletet az elmúlt
évtizedek történetéből, de én úgy gondolom, hogy a kulturális értékteremtésben oroszlán részt vállalt a Turkevért Alapítvány. Igen, szerintem ezt mi is így gondoljuk. A kulturális rendezvények, kulturális események közvetlen, nem tudom, hogy közvetlen kapcsolata-e, vagy hozadéka az, hogy különböző testvérvárosokkal alakítottunk kapcsolatot, ami szintén a Turkevért Alapítvány érdeme. Közreműködtünk, talán így fogalmazhatnék, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy 1989. decemberre óta Nagyszalontával mondhatjuk magunkat testvérvárosnak, és hát a decemberben volt egy éve, amikor emlékeztünk itt Turkevén a 30 éves testvérvárosi kapcsolatra Nagyszalontával. Olyan kulturális értékek megismerésére nyílt lehetőség nagyon sok turkevei számára, hiszen minden évben a versmondó versenyeken, amíg működött Szalontán, részt vettünk, és hát a te lányod is, Rita, szívesen emlékszik vissza azokra az időkre, amikor hát jól szereplő versmondó lányként, hogy így mondjam, eseményeken vehetett részt, és olyan élményekkel térhetett haza, ami még most felnőtt korában is mindig őrzi emlékként. A másik szalontai kapcsolódási pontunk, ami értékteremtést jelenthetett. Három köztéri szobrot vittünk ajándékba Nagyszalontának, Sinka István szobrát születésének 100. évfordulóján 1997-ben avattuk fel Szalonta főterén, 99-ben, két évvel később Zilai Lajosét, és 2014-ben Gábor Ferenc költőjét, akit jól ismertek a turkevelyek is, hiszen többször járt itt. Szubjektív vonatkozású a dolog, de szívesen elmondom, hogy 1992-ben Vád és könyörgés című kötetét adtuk ki Turkevén, és hát a termékenysége, autodidakta költő volt, aki nehéz fizikai munkával, kubikusként, postásként kereste a kenyerét, és ennek a kötetnek a megjelenését követően újabb 10 kötete jelent meg, és egy tragikus balesetben halt meg, lezuhant egy farakásról, ahol éppen az elszállott gallyat akarta a termő diófájáról levágni, és hát azt követően ígéretemnek tettem eleget, hiszen a özvegyének, a merszobrának a felállítását ígértük meg, és ezt teljesítettük is. Igaz, hogy nem a 80. születésnapján 2013-ban, hanem egy évvel később technikai okok miatt. Hozzáteszem, hogy a alapítványunk 25 éves évfordulóján, 5 évvel ezelőtt, még az özvegye 93 éves korában eljött a fiával ide hozzánk, és itt köszönthettük Erzsike nénét szintén. Nagyon fontos még a Vád és könyörgés mellett még egy könyv kiadása a Szalontaihoz kötődik. Ez pedig Dánieli Szendre, nagyszalontai tanár, aranykutató, helytörténész, édesapjának első világháborús naplóját adtuk ki, ami szintén hát fontos esemény volt a szalontaiak életében is, meg nyilván a mi életünkben is. A testvérvárosi kapcsolatok tovább bővültek az elmúlt időszakban. 2011-ben konkrétan két testvérvárosi kapcsolat létrehozásáról is, részes lehettem, akkor regnáló polgármesterként. Balogh János szülőhelye Nagybocskó a Kárpátalján, és akkor lett testvérváros a két település, hasonló méretű Nagybocskó is, mint Turkeve, és a mezőhegyesi anyaországi település, város is, akkor lett Turkeve testvérvárosa. Az ottaniak kezdeményezésére sok-sok közös programon vehetünk részt mindkét esetben, de talán a Nagybocskóihoz még hozzá kell tennem, hogy rahói lovaktársaim is, Nezsmák Emma révén szoros kapcsolat alakult ki Rahóval is, és én úgy gondolom, hogy büszke vagyok arra, hogy rahói polgármestertől is évekkel ezelőtt megkaptam a tiszteletbeli polgár címet, és hogyha már a testvérvárosok felsorolásánál járunk, akkor illetlen lennék, ha nem említeném meg a másik két települést, a lengyelországi Poromkát és a franciaországi Oselt, a lengyelországi Poromka pedig Beszkidek
tiszteletbeli polgárává fogadott évekkel ezelőtt. Tehát azok az együttműködési szálak, amiket igyekeztünk fenntartani, kiépíteni kölcsönös tisztelet és szándék okán, azok az imént említett esővárosok mindegyikében olyan táptalajra leltek, kerültek, amelyek képesek voltak kölcsönös előnyök alapján segíteni a továbbfejlődést. Ha szabad a riporternek egy kis személyes megjegyzést tenni, akkor saját emlékeimet tudom ide felhozni, hogy kezdetén már a nagy szalontait említetted, a lányomat, akkor mint szülő vettem részt a különböző rendezvényeken, azután pedig mint segítő vagy szereplő bármelyik városban voltunk mi is Rahón, Nagybocskón, Lengyelországba a kórussal, és azóta is bízunk benne, hogy ha ez a vírus elmúlik, akkor ismét felújulnak a kulturális kapcsolatok. Hát a remény hal meg utoljára, hogy szoktam volt időnként megfogalmazni. Természetesen én örülök annak, hogy ebben a 30 évben, ennek a munkájában, eredményében nagyon-nagyon sok résztvevője lehetett a helyieknek, a turkevélyeknek is, részben résztvevőként, részben aktív segítőként, és én úgy gondolom, hogy az a civil díj, amelyet a múlt héten kedden átvehettem Szolnokon a megyei szolgáltató központ képviselőitől, az igazából annak a közösségnek szól, amelynek tagjai részt vettek ennek a 30 évnek a munkájában, értékteremtésében. Nyugdíjas polgármesterként karba tett kézzel, hátradőlve nyugodtan pihenhetnéd a napjaidat, de aki dr. Szabó Zoltánt ismeri, az tudja, hogy nem ilyen vagy. Ott van a család, ott van a kerted, és gondolom, hogy a fejedben még számtalan ötlet, hogy milyen kulturális eseményeket lehet megvalósítani, ha ennek a pandémiának vége. Természetesen én úgy gondolom, hogy akkor az csak egy állapot, és az, hogy kor szerint Turkevelváros nyugalmazott polgármestere vagyok, én úgy gondolom, hogy ez egy állapot, de nem jelenti azt, hogy ettől kezdve sütkérezzek ennek a dicsvényében, hogy igazából én mit tettem 24 éven önkormányzati munkám alatt, amiből ugye két ciklusban polgármester voltam. Természetesen a eredeti foglalkozásomhoz a polgármesteri időszakom lezárását követően visszatértem, tehát, ahogy szoktam fogalmazni, nyugalmazott polgármester és aktív állatorvos vagyok, tehát természetesen dolgozom a szakmai munkámban, akinek igénye, szüksége van a segítségre, annak természetesen segítek. Továbbra is édes gyerekemnek tekintem a Turkevélt Alapítványt és a hozzákat kötődő programokat. Nagyon fontos, hogy újra élesszük azokat az eseményeket lehetőség szerint, amelyek most a bezártság miatt szünetelnek, és úgy tervezzük, hogy május utolsó hetében, hétvégéjén egyrészt a budapesti kultúrapig ála is pótlódásra kerül, másrészt pedig 30-án sor kerül a Balogh János konferenciára is, amit február 20-áról halasztunk jelenlegi tudásom szerint május 30-ára. Ezen a napon összekötve Balogh Jánosi emlékezéssel emlékezünk meg a Turkevélt Alapítvány születésnapjáról is, és hát fontos eseménynek tartom, hogy ezen a napon emlékezünk Takács Mihály turkevei költőre is, aki 75 évvel ezelőtt született és 15 évvel ezelőtt távozott közülünk, és most intenzíven azon dolgozunk, hogy a az 1993-ban kiadott Vád és könyörgés című verses kötetének második bővített kiadásának is sor kerüljön. Ez jelenleg nyomdai egyeztetés alatt van, és minden bizonnyal május végére az olvasók, a vers iránt vonzalmat érzők, Takács Mihály tisztelői kézbe vehetik azt a könyvet, amit említettem második bővített kiadásként, de több mint 40 olyan vers is belekerül ebbe a kötetbe most döntésünk alapján, amelyek még eddig nem jelentek meg nyomtatásban. Tehát ezek azok a konkrét programok, és hát természetesen a zeneiskolai tanévzáróra már remélem, hogy nyilvános eséllyel pályázhatunk és sor kerülhet rá, és hát folytathatjuk az őszi programjainkat is, úgy, ahogy az korábbi években tőlünk megszokták. Az oklevélen a Turkevélt Alapítvány
köszöntik, illetve ő kapta az, a 30 éves jubileumra az oklevelet, de mint beszélgetésünk alatt kitűnt ennek egyetlen egy, illetve több, de a legfőbb mozgatórugója az dr. Szabó Zoltán, és ehhez nagyon gratulál a Turkeve Televízió gárdája, és szerintem a város minden lakója. Személy szerint neked is, és a Turkevért Alapítványnak kívánjuk, hogy tovább ilyen tetrekészek legyetek. Köszönjük szépen a jó kívánságot. Én úgy gondolom, hogy ez a hétfős kuratórium, aki most már az elmúlt években irányítja a Turkevért Alapítványt, mindegyike ugyanezt a szándékot viszi, mint én, hogy tenni városért, tenni másokért, és hát ahogy árszpolitikám egyike így szól, hogy nekem igazi öröm, vagy boldogság, örömet szerezni másoknak. Erre igyekszünk minden erőnkkel törekedni.